Oh. Hello? Into law office. Yes. Mm-hmm. Okay. Yagami-san, that was Shintani-sensei. Hmm? Apparently, he wants your help gathering evidence for a murder. Ooh. Huh? Just when we work in a murder case. This is the first I've heard of it, too. Go give Shintani a hand, Yagami. This blows that divorce I was gonna send you on out of the water. Been years since we had a murder case. Egy gyilkossági ügyben kell bizonyítékot gyűjtenünk, most ez így fontosabb, mint a válási ügy. Tender. I'm there all the time. Just making sure. Okay. Okay. Head to the tender. Okay. Akkor most mégsem megyünk a válási ügyben problémázni, hanem megyünk a gyilkossági ügyel kapcsolatban segíteni, mert azért az nagyobb szám, legalábbis ezt mondta Genda. Útközben meg szarrá verünk még egy pár embert, ha lehet. Aha. Milyen faszán lébeg a kabátja? Olyan menők ezek a bőrkabátok, de olyan kevés emberen áll jól. Persze rajtam egyáltalán nem, de hogy még amúgy is. Csak nagyon-nagyon kevés emberen állnak tényleg jól. Pedig menő néznek ki. De még nem áll túl jól dagadt embereken, mint én. Milyen meglepő. Na, itt a tender. Tender. It's called Tender. Got my first job here 20 years back. 20 évvel ezelőtt itt dolgozott Yagami. Ebben a bárban. Sun never changes. Running a bar must keep you young. Hey, Tuck. Shintani-sensei is in the back. Őt keresünk. We've got some business to talk. Surprised to see me? Oh, egyáltalán. I'd be more surprised if I didn't. Who's that, Tuck? A detective buddy? Not exactly, Mari. This one's a client. Nem lepődött meg, hogy itt találta. Tehát Mari. Won't be your client for long if you don't show up on time. You're late. Come on. You called me here totally out of the blue. Chill out, maybe. Mari tütükézik elég gyakran, ahogy hallom. Úgyhogy bele vigyázni kell. Let's call it a business expense. Na nézzük, mi ez a gyilkossági ügy? Here's a familiar face. Igen, Hamura. Kyohei Hamura, from the Matsugane family. I ran into him earlier, actually. Take it he's your client? Yep, got hauled in earlier. They're charging him with murder. Ó, gyilkossággal gyanúsítják Hamurát. So, the Matsugane patriarch came to us for his defense. Mhm. Tehát a Matsugane vezetés azért kereste meg őket. És azért védelemhez fordultak Genda Sensei ügyvédi irodájához. Tehát akkor az a lényeg, hogy most azt kell bebizonyítanom, hogy Hamura nem gyilkos. Ami kizárt. Köszi Kákati Vénkának giftet, Frebor, köszi 23 napot. Let me give you a rundown of the case first. The victim was a Yakuza, a Kansai guy, part of the Kyori clan. Oh. They found his body tossed in a dumpster just about a week ago. Hold on. This is... The guy who got his eyes gouged out? Yep. Tehát kivágták a szemét. Cops think Hamura is the one who did it. És a rendőrök Hamurát, Hamura-szánt gyanúsítják ezzel a gyilkossággal, kiválta a szemét a másik Yakuzának. So the media isn't swarming. Hmm? Hamura's got an alibi for the first two incidents. His third murder is the only one they're pinning on him. So they won't admit the cases are connected? Három gyilkosság történt, mind a három Yakuza gyilkosság, ezt már mondta Yagami, de csak az egyikkel gyanúsítják Hamurát. Yes, they just want to get this case closed and move on, even if they have to force it through. And hey, the victim was Yakuza. Nobody really cares who hangs for it.
Aha. Aha. Igen, na lássuk. Mit mondott Hamura? Hamura said anything to you? Yeah. He told me he didn't do it. Claimed the cops. Nyilván Hamura azt mondja, hogy ártatlan. So he insists he's innocent, huh? Miért kérdezzük? Várjatok, akkor ez... Uh-huh. Why'd they come after Hamura, of all people? Two reasons. First, the victim was a Kansai Yakuza from a group that's been making inroads in Kamurocho and picking fights with the Tojo clan. Nyilván ellentétes klánban vannak, ezért is gyanúsítják. A Tojo guy wanting to send a message. And as you know, Hamura fits the bill. And the other reason? Hamura and the victim were seen having a fight on the day of the crime. Oh, gyilkosság napján összebalhéztak. I'm guessing there's security camera footage then. Okay. Jó lesz. I think I know enough. We should get to the station. Tehát van, lehet, hogy biztonsági felvétel is van arról, amikor összeverekedtek. Just take a cab there. Will do. Gondolkozom rajta, hogy, new info. Aha, és akkor itt látjuk a cuccokat. Itt vannak a bizonyítékok, ezt pedig a gyanúsítottak. Jó. Leaving already, talk. And only one drink in. Tehát összeverekedett Hamura ezzel az emberrel, akit megöltek. Ellenkező klánban vannak. Ugye elég esélyes, hogy tényleg ő volt, de nekünk nem ez a dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy bizonyítékot találjunk arra, hogy nem ő volt a tettes. Head to the Kamurocho police station. Oké. Okay. Ahhoz ki kell mennünk ebből a regionből. Ahogy nézem. Ínyi. Itt egy taxi. Beülünk a taxiba, és azzal megyünk a kapitányságra. Na, hello! 410 yen! Rablás! Fassa! Visitation room. Na, itt van Hamura. Most vele fogunk beszélni. We just keep running into each other tonight, hey, Tak? Why the long face? Hamura-san. I'm Shintani from the Genda Law Office. I'm Matsugane. Shintani fogja képviselni a jogi oldalon. I'm glad you said yes, Shintani. Yagami meg a detektív része lesz. Real good. Just like my boss and Genda-sensei. Right. Well... Let's get started. I'll be taking point, while Yagami here will be doing the legwork to try and back up your claims. No better guy to do it. I'll do what I can. So, they brought you in under suspicion of murder. Can you tell me more about that? What do you want to know? Whether or not you killed the guy. Does it really matter? Your job's getting me out of this. Na, ez itt a lényeg, igen. No. Because if I find out you actually did it, you'll drop me. Better. I'll make sure the prosecution puts you away for life. This is bullshit. Just like you did that serial killer, huh? Yagami. Azért Yagami elég kemény tökű, bazd meg. Pointed to Shinpei Okubo being innocent. That's why I chose to trust him. But then, that Okubo guy, well, he proved us all wrong. Murdered his girlfriend in cold blood. Come on, Tak. Let's be honest about what you were really focused on at the time.
You wanted that precious acquittal so bad, you didn't even stop to think you were setting a murderer. Most basztatja a múlttal gyakorlatilag, ugye, ami elég gáz, hogy ezt csinálja, de azért, na, Yagami nagyon kemény tökű. Most azt mondja egy Yakuza Captainnek, hogyha tényleg ölte meg, akkor egy életre lesz besugatja. Igen, kapargatja a múltat az üvegfal mögül, kis geci. Hello, hello, Naxóra! Köszi szépen az 54 hónapot. Nagyon köszi a ben. Sure. Why not? You good to go? Ki kell mentsük. Köszi, Krisz, kedves tőled, és hú, azok nem ma voltak már. Keep going. Köszi, köszi. My apologies. Ventilátorra, Mr. Batman. Let's start with the victim. Itt legalábbis. Toshiro Kume, 34 at his time of death. A member of the Kansai-based Kyori clan. Around 6 a.m. on the 4th of December, the police got a 110 call from someone who found his corpse in a pile of garbage. Again? I hear you and this Kume had some kind of argument before he died. Yep. Did the police say what evidence points to you being the killer? Do they have anything substantial? Nope. Bastards are keeping their lips sealed. Ain't that right, Shintani-sensei? Yes. At this point in the investigation, the cops won't tell me what they've got against you. Uh-huh. Your words are the only thing we'll have till the trial. Okay. Is what it nem, is. A zsaruk nem szolgáltatják ki a bizonyítékot, amiük van ellene. Ezért most jelenleg az ügyvédnek csak annyi van, amit most elmond. Be... Nézzük a balhét. Where did you fight? Out in front of a club, Amor. Az Amor klub előtt verekedtek össze. Me and a few Matsugane boys had a little run-in with a Kyori. Gondolom csak, Martin. Turns out that was your boy, Kume. And who started the fight? Who do you think? I'm not gonna let some Kansai punk strut around like he owns the place. I'd already thrown a few drinks back at that point too. Tehát ő kezdte. What time did this all go down? A bar hit. Just past nine. Kilenc. So what happened after you and Kume had your standoff? Went your separate ways? Nah, he tried to split, but I had my boys grab him, dragged him into a moor. What? I thought it was just a little scuffle, though. You're saying you abducted Kume on a crowded public street? Yep. Amor is one of the family businesses. So I went in, kicked the customers out, and kicked the crap out of Kume. Tehát nem összeverekedtek Kumével, hanem agyonverte konkrétan. Just tossed him out the back door when I was done with him. Tehát kibaszta a klubból, de előtte agyonverték. De nem ölte meg, azt mondja. A few minutes before midnight. Aha. Néhány perccel éjfél előtt. And he was found in the morning with his eyes gouged out. Tehát kik? Aha. Tehát akkor... I'd arrest you too if I was a cop. Bizonyítékot kell szereznünk arra, hogy Kume kiment, vagy kivánszorgott a klubból éjfél előtt pár perccel, mert akkor tudja, hogy nem ő ölték meg. Van-e alibit? You have an alibi? Köcsög. What time did they think Kume died? Igen, tehát éjfél előtt pár perccel. The cops were drilling me real hard about where I was around then. And jött ki a klubból, de kettő és három között ölték meg. Sauna, a spot called Sauna Goten. Spent the night getting a steam. Ő egy szaunában volt. There's no proof you were actually there, huh? No, otherwise you wouldn't be in here. Pretty much. Someone should have seen something. Oké, tehát ezt is tudjuk, hogy az, hogy... Who's the detective in charge of the case? Elkurtam a harmadik kérdést, hogy baszta volna meg a kurva élet! Shintani-sensei is probably real familiar with him. I am. More so, because he's one of those boots... Miért kérdeztem volna a victimről, amikor már halott? Na mindig. I can't stand him. Guy doesn't give a rat's ass about Yakuza. Hát igen. What do we have on the victim? Toshiro Kume, 34. Run of the mill Kyori grunt. Was Kume alone when you ran into him? Hard to believe he'd take that kind of risk in hostile territory.
It was him and one more. Probably another Curie asshole. Valaki volt még Kuméban. Don't know his name, though. So there were two of them. How many of you? I'd say there was probably five, including me. Why didn't you guys take Kume's friend in, too? We tried. Aha, a másik csávó elfutott. Okay. I think I've heard enough for now. Okay. We'll get going then. Okay. Na, akkor bizonyítanunk kellene, vagy legalábbis megpróbálni, hogy ártatlan. Yagami, head over to Sonic Hotel. Először a szaunába megyünk, ahol állítólag 2 és 3 között volt. Ez az alibi a Hamurának. If we can prove he was there, we won't even have to go to trial. I'll give you a ring tomorrow for the report. Later. Later. Na nézzük. Tehát irány assza, una. Hát, ha van biztonsági felvétel, vagy valami egyéb dolog. Ha ott esetleg nem, mert ugye per nélkül akarná megmúszni a jogi képviselő, és hát azt úgy tudja megcsinálni, hogyha bebizonyítja, hogy az alibia 100%-os. Tehát vagy a szaunában fogjuk megoldani a dolgot, hogy tényleg ott volt, vagy még videófelvétel lehet, hogy kijön a klubból az agyonvert Kumé. Ez az? Vagy a külső oldalról kell mennünk? Excuse me, you work here? Yeah, come on in, friend. Okay. Actually, I'm not a customer. Mind if I ask you a few questions? Sure, what do you need? I'm here about a murder. The Yakuza who had his eyes gouged out. Oh, a detective came by for the same thing. Az is igen, nem lány. Hogy a megtalálni ki volt az, aki elfutott. Kösz még egyszer, Krisz. Igor, you neked is köszi a feladkozást. Reporter? Persze, riporter vagyok. Something like that, yeah. Kazak, this is Hamura, captain of the Matsugane family. Did he come in on the night of the crime? Tekrekt! A mobiltelefon márkája? I make it a point not to remember anyone specific, you know? You get a lot of customers in and out, huh? Up to the last train, at least. From there, it's only in till morning. You know how it is. People drop in, wait for the trains to start up again. Mm-hmm. Same as any other night. Interesting. So everyone who comes in stays till morning, huh? And as long as I can prove Hummer was here, igen, tehát egy bizonyos időponttól kezdve éjszaka csak be lehet menni a szaunába. Ki nem? You guys don't have a security camera? Something we can check. Na, van kamera vagy nincs? We do, but it deletes all its footage every 3 days. Három naponta törlődik a kurva kamera felvétel. It was already long gone by the time the cops came around. Got it. Thanks. Sorry to bother you. Kit kérdezzünk még meg itt a környéken? Oh, hello, hello. Hello. Hey. You're out here pretty often, right? Gyakran járt ide. Did you see the Yakuza head into Sonic Goten the night of December 3rd? Why would I know that? You're crazy, mister. Nem lehet meg... Nem, nem, sem. Hey, you have a sec? I'm looking for... Lássuk, átaláttam valaki más. Sonic Goten on the night of December 3rd. You seriously expect me to remember something from that long ago? I'm trying to work here. Get lost! Ó, tényleg? És mi a munkád? Kézdörzsölés? Jó, a telót azt hogy hozzuk be? Nincs itt valahogy mennyi az idő? Nincs, kivel beszéljünk még? Minden a környékről. Esetleg a sarkon állótak? Ő is kézdörzsölő. Excuse me.
I'm looking for info on a Yakuza who stopped by Sanako 10 on the night of December 3rd. Did you see anything? This is the guy. Name's Hamura. I can't say I know him. There's tons of Yakuza around here. Though, now that you mention it, I remember something about a host getting smacked in the face that night. Ez mindenhol a helyzetben az meg? Yep. Don't think he got hurt too bad, though. Pretty sure it happened right around midnight. Huh. All this on the night of the incident. But when I went to check things out, the Yakuza was long gone. The host was just standing there shouting. Hmm. That help at all? Any idea who the host was? Tehát valakinek beverték a pofáját itt a szaunában aznap. Doubt I'd be able to recognize him if he was standing right in front of me. Does anyone else know about this? I don't know. Thanks for your help. Elég szarnyom, de legalább valami. Na jó. Hú, haza kell húznunk. Ez a szaunás ötlet egyelőre nem jött be. Úgyhogy haza kell mennünk. Ja, mindjárt otthon is vagyunk innen. Wow, 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 wow. Kicsit. Áll. Áll. Hát ez nem bejárat, ahogy látom, de itt igen. Jövök, mindig itt van. Yo. Yo! You're still here? I thought you'd have left hours ago. I was gonna, but I realized all I do at home is pass out. Sketch, köszönjön így van a volt. Oh, now you're having another. You know that bottle's mine. Well, Genda-sensei give you any work? Yep, probably thanks to the Dorayaki. He wants me to scrounge up some evidence for a murder trial. You got this from Genda? I thought it was all about civil suits now. Igen, mert ugye úgy van, hogy a Genda ügyvédjére, de nem foglalkozik gyilkossági ügyekkel, kivéve, hogyha a Yakuza kéri. Hamura went and got himself arrested. What the hell? For one of those Kyore clan murders. You mean that eye gouging shit? Mm-hmm. I just dropped by the jail to see him. He claims he's innocent, though. Huh. Crazy. Jól odabasztad ezt a poharat? Biztos, hogy cash. Not interested? Nem tett össze. I can't say I blame you after what Hamura did. Booting you. Sitka, itt még mindig hererohasztó meleg van. Mindjárt ellenőrzöm neked. Look, don't worry about it. I'm the one who fucked up. Not him. Either way, we've got the case. Count me in. Good. Na, changing the time of day, crash on the sofa. Aha, le tudunk dőlni. Flipperezni lehet amúgy? Vagy most még nem? Nem, most még nem. Akkor lefekvő. Have some rest, bitch. Rest up. Yeah, yeah, yeah. Szépen. Nem. Ez lesz a csengő hangom. What's up, Shintani? Morning, sunshine. I'm on Nakamichi Street. Yeah, and? Csak más ne húz ki, Jani. Little cafe, killer coffee. Come here. Another impromptu meeting? Don't whine. I thought you liked keeping busy. Okay. Head to the cafe Miore. Oké, okay, megyünk a Miore. Nem hallgatunk zenét, megbaszott Twitch. Menjünk lefelé. Felkelt a nap! Most már nem éjszaka van, srácok. Nagy véletlenül belefussunk valami utcai bandába. Tényleg itt most már lehet veretni valami videójátékozást? Aha, most már lehet veretni a videójátékozást. Nézzük csak, tudjunk lejátszani. 100 yen? Jó, egy kört játszunk, jó? Van sok jenünk, 100 yen. Egy kör, jó?
Csak egy kört játszunk. Mondom, minden interaktálható ebben a játékban, ami nagyon érdekes. Rettenetes sok minigame van benne. Ha most jön be valaki a streambe, azt fog érni, hogy valami egészen másra játszunk. Ugye? Hello. Igen, srácok, igen. 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 Játék a játékban, és rengeteg sok játék van a játékban. Ugye mennyire durva? Elképesztő. Azt tudom, mi van. Kapta hat? Mondom, el se hinnétek, mennyi játék van a játékban. Elkapta! Hogyan jön csőj, hé! K.O. Kombó! Figyelj a! Pa 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 pa! Yeah! You win! Érdeztük? Next stage. Ugye ez pénzmetabósként működik, majd a Japánban ez iszonyat kultúra része a videójátékok. Ugye most azt hiszem, addig lehet menni, ameddig meg nem vernek. De iszonyú durva. És mondom, el se tudjátok képzelni. A slotkározástól kezdve. Köszönöm, kapta! Nem tudjátok elképzelni, mennyi fajta minigame van. Darts, póker, biliárd, karaoke, rengeteg videójáték, Dance Dance Revolution. Ring out! Win. Jó haladunk, nem? És mondom, srácok, a normál 30 óra sztori játékidő mellett 60 órákat el lehet baszni csak a minigémekbe. Ajjaj. Basz meg. Ez már keményebb tökű. Oké, óvatosan. Mi volt az? Az a lábseprő, figyeljetek! Tam-tam-tam! És még ki... Az ultimate! Bokker öcsém, a földön ne üssél már! Yes! Kapta! Figyelj oda! Hány ellenfel lehet még? Kagéval még tudtam is harcolni, annak idején bírt a fighterbe, de a többiekkel annyira nem. Jackie Bryant! Amúgy emlékeztek erre a játékra? Csak kérdezem. Hagyjál már!
mi a faszom volt ez? Hát ezt kapni fogjuk. Bassza meg a kurva élet! Egy-egy! Na jó, most kaptunk ki először, ez így rossz. Rohadt élet. Megvan! Megvan! Megvan, Jackie! Nagyon sokat védekeztem most, mert rohadt sokat sebez. Sketch! Köszi szépen még egyszer a 4 hónapot neked. Hú! Final Showdown? Az volt, hogy Final Showdown? Jó, nem, ez a játék neve. Úristen. Most már meg fogunk halni. Kapta! Úristen, ez hülye! Kapta, 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 jó, jó. Oké, megvan, megvan, megvan. Megvan. Hú, okis. Baszógrással kezdünk. Nem sikerült? Látva. Na jó! Persze! Á, francba! Jó, semmi gond. Türelem, türelem. Egy tök ütéssel. Kapta? Francba? Nagyon-nagyon sokat sebez. Kombókra kellene koncentrálni. Á, ez esélytelen. Jó, adjál már! A lyukat! Ütött! Ba-ba-ba-ba-ba! Erről van szó! Így van! Yes! Pai Chan! Nem tudom, hogy 100 yenbe játszunk, srácok, addig megy a menet, amíg ki nem kapok. Azt mondom, hogy nagyon sok időt el lehetem kúrni ebbe a játékba. Most már egész biztos, hogy végigjátszunk ezt a gémet. Ami nem ezt, az egészet. Erre el kell szállni az időt. Na, ezek már a keményebb tökő ellenfelek. Az igen! De kaptam, te jó ég! Hogy megfogta a lábam, láttátok? Ok. Megunta a játék, megunta. Ilyenek ezek. Nincs continue. Nincs continue. Recsi, köszi szépen a 30 hónapot, haver! Nagyon szépen köszönjük. És köszi a köszöntést, haver. Paratri! Nagyon szépen kösz, haver, neked is. Köszönjük. Hogy kell kilépni? Hogy kell kilépni? Hello! Hogy a faszomba kell kilépni? Adjatok már!
Segítség, nem tudok kilépni! Jó, megvan. Sikerült? Sikerült. Majdnem fagyos lett. Na, jó. Majd legközelebb játszunk mással. Most menjünk a... hova kell. Mi a faszom? Na, gyere, bazd meg, gyere! Ó! Oh! Kaptam. Nagyon jó a bunyó is a játékban. Café Miore. Ja, igen, itt van. Az ügyvéd. Take a seat. Right. Anyway, I asked around near Sonago 10. Couldn't get anyone to back up. Most azt meséli el, hogy a szaunában nem jutottunk tovább. Good work. Az ügyben. Danny, elköszi a 40 hónapot neked is. Something came up. Take a look at this. Cops released it to the media. It's the camera footage from a moor. Oh, a helyről, ahol agyonverték Kumét. Clear as day. Damn. Didn't realize the cops had their hands on this. És az újságíróknak kiadták a felvételt. Ready? Ugye behúzták a buli helyre, kivágtak mindenkit, és agyonverték. Itt látszani fog, hogy Hamura kezdi a balhét. Azt el is mondta nekünk, hogy ő kezdte a balhét. Ott a csávó, aki elszaladt. Láttatok? És az van, amit Hamura mondott. Tehát Hamura nem hazudott. Hamura nem hazudott. Behúzták a klubba, a másik pedig elszaladt. Explains why Kumi's buddy there is running for his life. Yep. Got a name too. Akira Murase. Akira Murase, another Kyore thug. Word is he hasn't left Kamurocho after getting interrogated by the cops. By the look of things, there must be a Kyore hideout nearby. Crazy how clear it all is. Hamura can't just talk his way out of this. Viszont arról nincs felvétel, hogy kijött a klubból. Take a look at this. One hour later, egy órával később csak Hamura és Kume nem jön ki onnan. Even the owner hightails it. A tula is kijön. Why would they stick around? Ketten maradtak bent. Hamura. Our pal Hamura never mentioned this part. Ezt nem mondta, hogy ketten maradtak bent, csak azt, hogy kivágták a klubból. Ez eddig rendben van. Ha ez este 10-kor történt... Igen, de Hamura azt mondta nekünk, hogy éjfél előtt engedte ki a klubból a hátsó ajtón. Ez pedig este 10-kor van, tehát még nincs stimmel, amit mondott, csak nem említett, hogy ketten maradtak, ugye? Hamura said he threw Kume out of the club. Így van, most amit mond. After that, he left the club himself and went to the sauna. Right. But I want to hear how it all went down from a different angle. That's where you come in, Yagami. You gotta talk to the guy in charge of a moor. Aha, a klub tulajával kell beszélni. Vagyis nem a tulajával, aki vezeti. Back up a second. Huh? You're the lawyer here. I get that. You decide what kind of investigation we need for the trial. But don't tell me how to do my job. Yeah, but aren't you gonna talk to him either way? All the same, I'd appreciate it if you'd stop barking orders at me. Helyre rakta a kis köcsögöt. Oké, okay, hát akkor beszélnünk kell a vezetővel, mert minden stimmelt, amit mondott Hamura, csak elfelejtett említeni, hogy ketten maradtak. Ennyi az egész. Van ilyen, na.
Áó. Itt a cucc. Ez a sikátor, akkor itt kell valahol legyen egy egy kamera, ott a kamera, látjátok, pontosan a fejem felett. Az a kamera vette itt a cuccot. Jó, hogy meg is kell találnunk a kamerát. Jó, ezt nem tudtam. De már megtaláltam a kamerát az előbb. Itt van. Ez volt a kamera, ami felvette őket. Várjatok is itt. Megint van egy macska valahol. Valaki látja a cicát? Lent nem nagyon látom. Jobbrább. Valaki látta? Kicsit jobbrább? Elvileg jó oldalon hallom, tehát valahol itt középen kellene legyen. Ha, itt, valahol itt. Mindig abból az irányból hallom, most innen jobb oldalról halljuk. Hol lehet a cica? Valahol itt kell legyen a cica, nem? Hol a faszomban van az a kurva macska? Megnéztem, megállt-e a stream, elnézést, srácok. Hol van a cica? Valahol kell legyen egy. Folyton csak jobbról hallom. De én úgy gondoltam, hogy talán... Nem. Még mindig jobbról hallom itt. Á, megvan! Suspicious. Nehéz szülés volt. Na nézzük. Hol van a csúha? Itt a kacsa. Need something? Kéne valami kacsa. Gombahelyük. I was wondering if you have a minute to talk. About? About December 3rd. Oh, I had that day off, man. If anyone's gonna know, it's our manager. He doesn't come in till nighttime, though. Manager, huh? This him? Oh, it is. What's his name? Aragaki. Think you could get in touch with him for me? We need to have a chat. I could try. Estig nem jön be, a manager. I knew this was gonna happen. He never has his phone on during the day. He usually hangs out near here, though. You mean in Kamurocho? Yep, usually. All right. I'll go take a look around. Meg kell találjuk a vezetőt. If you don't mind me asking, how? You're just gonna walk the whole city? No, I have a plan. Someone I can use to help me find him. With the name and photo, it shouldn't be much of a problem. Most jön az informatikus csávó! Erre emlékszem! Thanks for the help. Szóval meg kell találjuk. A fényképe meg a neve megvan.
Itt a hátsó kijárat. Azt mondta, hogy éjfél előtt itt vágta ki a hátsó kijáraton. Oké. És ott egy kamera, de le van ragasztva. Nem működik. Akkor nem fogjuk látni, hogy itt hátul hogy jött ki. Aha, az internet kávézó vagyunk. Szerintem ez az informatikus csávó, srácok. Akire emlékszem, hogy hogy néz ki, nagyon vicces tag. Tőle kell, vagy őt kell megkeresnünk, hogy... hogy kiderítsük, hogy hol lehet a menedzser. Oké. Internet kávézó. Internet kávézó. Party karaoke. Bizonyára itt fent lesz. Musi, musi. Aha, igen, most már tisztán emlékszem. Kapaszkodjatok, srácok. Nem tudom, ő az. Ez beteg. Somehow I knew I'd find you here. Így néznek Yagamishi. Ki a japán informatikusok. You're here to join this raid I'm about to get going? Probably not, huh? What can I do for you? Got something I need a guy like you for, Tsukumo. Tsukumo. This is Makoto Tsukumo. He's, well, he's a character. Tsukumo makes a living digging up dirt on the internet. A modern-day informant, if you will. More detective work, I assume? Na, de rá fogjuk bízni, megtalálja a tagot. András, köszi szépen az egy évet, és gratulál az új becshez. Köszi, András. The owner of Club Amour, man named Aragaki. He's probably somewhere nearby, but I don't have time to scour all of Kamurocho either. You got that right. Searching on foot for cavemen. Here, can I see your phone for a quick second? Mm-hmm. My phone? Sure. What do we have here? You already have the chatter app, Yagamishi. Chatter app. Do? No, meg kell tinderezni. Az megy. I guess it came pre-installed. Well, you're in luck. In my hands, this stupid app becomes a powerful way to find people. Really? How? Hold on. Figyeljetek, most szedél le a Play Store-ból a hogyan találjunk meg embereket a Chatter appen keresztül APK-t, és akkor már pergeti is. Try searching for something. Maybe a name? That would be Aragaki. Aragaki névre keresünk. Okay, and let's limit the time period while we're at it. Say today. See? That map will tell you the GPS position of all the relevant Chatter posts. Ennyi, srácok, így messengerezzetek. Így működik. I'd give myself admin privileges to get that one, though. Wow. 128 hits. We're gonna need to narrow down the search. Le kell tükítenünk a keresést. Azt mondja, nem azért mondod, de admin jogot kell tenni magamnak. You say the name of the club? Az ami Linux bűvös. Some crazy French word? Oh yeah. It's Club Amour. Great. Let's try Aragaki and Club Amour. Well, looky there. Narrowed it down to one. So Aragaki wrote this, huh? Nope. Just someone who saw him. That's still a massive hint, though. See, it got posted only 10 minutes ago. Meaning the poster might still be nearby. Mm-hmm. So, if I were you, I'd get down there and see if you can find out where your man went. I marked the spot on your map, Yagamishi. Meg kell keresnünk a csávót, aki látta Aragakit, aki küldte az üzenetet, és... Ki kell verjük belőle, remélem. Why on earth would I do that? Nem, Guggenstein. Tele nem. Sokan előfizetnek, mondjam. Papá? A felfelé menő lépcsőn le tudok menni? Leám, mert... Jaga, ami kurva kemény. Na nézzük! Tehát a tag, aki látta Aragakit, az itt van hátul valahol. Valahol erre itt.
most meg kell találnunk, hogy ki ő. Ez egy nyomozati dolog lesz. Meg kell találnunk, hogy ki ő. Bassza meg! Oltosan. Hogy kapják? Oltosan. Halljátok nem is azt. Pillanat. Úristen. Semmi pánik. Megint behoztam a mappot, hogy mivel. Miért nem tudok? Nem tudom elkapni. Nem tudom elkapni! Nagyobb tömeg kell ahhoz, hogy működjön a faltámadás. Na szóval, ide bent, valahol itt, find the man who posted, és hogy a picsába találjam meg? Talán te voltál az. Got a second? Sure, I can spare a few of those. What's up? I'm looking for the owner of a club called Amour. Any idea where he is? Actually, yeah. Just saw him. Lehet, hogy a tapipadba érek bele, amúgy riszk simán. Lokon van-e? Van lokon. Any idea where he was heading? Ő láttam, úgy pont elébe találtam. Probably getting sushi, if I had to guess. Sushi? Really? Isn't that a little pricey for a guy who just lost a bunch of money? You don't get it. You get sushi after a big loss to cheer yourself up. Japánban valaki a piacon sushi teszik? Winning's what makes you stingy. Feels like it'd be a waste to blow your earnings on something dumb. Huh. I never thought about it. Anyway, thanks a bunch. I'll head over to that sushi joint. Tehát a sushi-s helyre megyünk. Megnézni, mi van. Ó, mi zene volt ott, te jó Isten. Ez itt a nem valós világítás, srácok. Oké. Okay. Jönnek! Jönnek, gyerekeszek! Ó, what a shame. Oda baszta! Szóval a sushi-s hely... az pont ez. Á, itt van Aragaki! Szevasz, Aragaki! Úristen! Az egy szobor? Ugye az egy szobor? You are? Yagami from the Yagami Detective Agency. I want to talk about what happened on the night of December 3rd. Ugye az egy szobor? Sorry, not ringing any bells. Come on, you and I both know that's not true. Well, it is. I don't know what damn thing. Why don't I jog your memory then? I've got something to show you. Na, mutassuk meg. Azt mondja, hogy... ezt itt. Ezt itt. Ezt megmutatom, hogy ott megy a többiekkel, és akkor lebuktatjuk, hogy hazudik. Take a look. On the night of the crime, you left Amour with these Matsugane goons, leaving Hamura and Kone, most... the victim, alone in there. Pengelyére állítottuk. Guess I can't argue with that logic. Don't worry, I won't ask for anything too out there. Just a bit of your time. I'm working on Hamura's defense, and I'm hoping you're the silver bullet. Oh yeah? Whatever, I'll talk. Na lássuk. Eddig jó vagyunk. Visszajöttünk a bárba. You actually tracked him down. Appreciate the help. Now, what went down around 9 p.m. on the night of December 3rd? Well, Captain Hamura brought that Kansai punk Kume in here. Eddig stimme. Was out of the blue. Caught me off guard.
Were there any other customers here at the time? Just a few. They bailed when Hamura. Igen, de azt mondta Hamura, hogy behúzta a klubba, kivágta a vendégeket, és elkezdték kezelésbe venni. Once everybody was gone, the Matsugane guys just laid into Kume for almost an hour. Majdnem egy órán keresztül verték. You didn't hear that from me. You're good. Don't worry. Then right around 10, something kind of weird happened. Hamura kicked everyone out of the club. Even igen, me. Eddig is stimmel. Mindenkit kivágtak a klubból, Hamura és Kume ott maradtak, este tiszta, yep. Majdnem éjfélig. You know why Hamura kicked everyone out? He said Kume reminded him of an old friend. Claimed they needed to have a chat. Beszélnie well, kellett vele. At least that's how he worded it. And that didn't seem weird to anyone? Huh. Well, the Matsugane boys had plenty to say about it. If the boss tells you to leave, you get the heck out. No clue what went down in the club after that. Na nézzük, hát a sikerül, igen. Kérdezzük meg a biztonsági kameráról hátul. Tell me about the camera out back. Broken one. Oh, that? How long's it been like that? For about a month. Some drunk asshole chucked a rock. Cracked it right open. Fossum! Pedig az lett volna a tuti cucc. Never actually worked in the first place. Not much use to me then. Did you just sit and watch while the Matsugane tore into Kume? What do you mean? What else could I have done? Nem rugdostatta ismét egy kicsit. Called the cops on them for one. Not like they're especially good for business. Nor is a dead body. Black Mamba, köszi a 22 hónapot. Come on. They'd have killed me if I did that. And frankly, it didn't look like they were hurting him too bad. If anything, they were going easy on him. Huh. Meaning what? Like just smacking him around a bit. You know, nothing too serious. Once in a while, they'd hit him a little harder to make him bleed, I guess. Okay, ennyi elég is lesz. Well, thanks. This is a huge help. We done here? Ja. Na, húzzunk ki a picsába innen. Tehát igazolja, mint az össze... Tehát Hamura annyi igazolást nyert, srácok, hogy Hamura nem hazudott semmiben. Halló! Kaito, what's up? Bazd meg, Kaito, mi a fasznak, ha jössz ilyen közel a kamerához? Amor, over on Supon Street. Amor? Isn't that one of the Matsugane joints? Yep, Hamura and the victim were apparently alone in here the night of the murder. Anyway, need something? Yep, swing by the office when you're done there. What's up? It's no rush. You'll see when you get here. Okay, vissza kell menni az irodába. Zsír. Hát menjünk vissza. Valamit akar mutatni nekünk a Mister. De útközben játszhatnánk valamit, nem? Bassza meg! De miért nem tud... Kapta? Pontosan? Kapta? Oké, arra lett baszva, de csúnyán. Semmi gond. Na, menjünk, játszunk valamit, mielőtt visszamegyünk?